Kincsem, nézz alá! Oda pisiljön mindenki. Biztos azt akarod megenni? Sziasztok, én Fruzsi vagyok, és ez itt a Népi Lány. Üdv a csatornán! Éppen Vigánt Petent fele tartunk, ugyanis ezen a hétvégén a Balaton felvidéken, főleg Badacsonyban fogunk barangolni. Remélem, hogy nagyon sok szépet fogunk látni. Hogyha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem! Jó reggelt! Frissen, üdén és muzsikaszó mellett indul a napunk. Az a tervünk, hogy kicsit körbenézünk Tihanyban, és aztán a környéken még barangolunk. Éppen a Tihanyi Ekó szobor felé tartunk, ami mellé állva elvileg a Tihanyi apátság visszaveri a kiáltásunkat, de sajnos annyira be van építve már a köztes tér, hogy ez nem működik. Vagyunk Dörgicsében, és az a cél, hogy keressünk szép régi házikókat, úgyhogy járkálunk, amerre a szemünk lát. A nap végén eljutottunk a Kőfesztre, ahol népzene szó mellett meg tudtuk tekinteni a kirakodó vásárt. Éppen a Badacsonyi Rózsakő felé tartunk, ahonnan gyönyörű a kilátás a Balatonra, de mindemellett nagyon fontos funkciója is van a bazaltkőnek, ami Szegedi Rózáról kapta a nevét. Róza nagyon szeretett Kisfaludi Sándorral rajta üldögélni, és hát a helyi legenda úgy tartja, hogyha egy lány egy fiúval ráül, akkor még abban az évben egybekelnek,
de hogyha csak egy lány ráül és rágondol a áhított szerelmére, akkor az viszonozni fogja a vágyat. A badacsonyi borvidék jellemző és egyedinek számító borai különleges ízvilágot képviselnek. A badacsonyi szüretek népszerű társasági eseménynek számítottak, és az említett híres költőnk Kisfaludy Sándor egy ilyen alkalommal ismerkedett meg a későbbi feleségével, a szintén említett Szegedi Rózával, akiben nyomban beleszeretett. Gyulakeszinél ráakadtunk egy hatalmas régiségkereskedésre, ahol rengeteg szép bútor volt töménytelen mennyiségben. A várban a kilátás mellett a kis makettek tetszettek nekem a legjobban, amik bemutatták az ottani régi életet. A leves általában egész nap a tűzhelyen rotyogott és reggelire fogyasztották, majd napközben igyekeztek bele mindenfélét dobálni, ami csak a kezükhöz akadt, és úgy gondolták, hogy belevaló húsokat, zöldségeket, fűszereket, tényleg szinte válogatás nélkül. Akkoriban a higiénia hiánya miatt a víztől hamar megbetegedtek, és ezt felismerték, ezért szívesebben fogyasztották a bort. Sziasztok, itt vagyok újra Dörgicsében. Vissza kellett jönnöm, mert nem sikerült rendesen megnéznem ezeket a buszmegállókat. Én ilyet még nem láttam. Tehát az ablakukban muskátli az összesnek, és ezt nézzétek. Könyvespolc! És nem csak ebbe, hanem az összesbe! Az összes így néz ki itt Dörgicsébe. És van egy csomó ilyen buszmegálló. És mindegyikbe könyvek, ablakokba virágok. Ah, gyönyörű! Gyönyörű! Szóval sajnos elérkezett azon pillanatok egyike, illetve az a pillanat, amikor el kell indulnunk hazafele. Hát el is indultunk, és akkora forgalom, hogy úgy döntöttünk, letérünk a pályáról, és inkább egy olyan földúton zötyögünk Budapest fele, ahol senki nincsen, és nagyon-nagyon epehupás. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha így volt, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!